Az új évezred kihívása a mezőgazdaság számára is, hogyan lehet jövedelmezőbben termelni úgy, hogy ne zsákmányoljuk ki az agrárium alapvető természeti erőforrását, a talajt, és módszereinkkel ne ártson környezetünknek. Magyarországon egy évtizede került a köztudatba a precíziós gazdálkodás elve, és annak ellenére, hogy a gazdálkodók többsége nyitotta jövedelmezőséget is javító rendszerre, van még mit tanulni. Mi azt mondjuk, hogy az átlagolás és az általánosítás helyett, amiben ez a technológia különbséget tesz, az mindig az adott pillanat konkrét méréseire, exakt méréseken alapul, és ezek a mérések helyhez kötöttek, tehát helyspecifikusak. Ez alapján a tábla heterogenitását fel tudjuk térképezni. Az előtte lévő rendszerek legkisebb egységként egy táblát kezeltek, és eljutottunk oda erre az időszakra, hogy a táblán belül különböző zónákat tudunk kialakítani, különböző adatfeldolgozás vagy adatoknak a méréseknek a figyelembevételével. Tehát a lényeg az, hogy mindig konkrét, exakt méréseken alapul, ezt követően a feldolgozott eredmények alapján differenciál és pozícionál a rendszer, és alapvetően mindent, amit meg lehet valósítani, automatizáltan, automatikus módon hajt végre. A precíziós gazdálkodás nem képzelhető el hely meghatározás nélkül. A rendszer működéséhez a jelet egyidejűleg több tucat műhold biztosítja, de a precíziós technológiához szükséges néhány centiméteres pontosságra a műholdak önmagukban nem képesek. Azt földi bázisokról ULH-val felerősített, úgynevezett korrekciós jelek teszik lehetővé. Magyarországon a szántóföldi termőterületek 95%-án elérhetőek a pontos, állandóan rendelkezésre álló navigációs jelek, így a hely meghatározás újra és újra megismételhető. Ez nagyon fontos, hogy az egyes technológiai elemeket egymásra tudjuk fűzni, a meneteket egymás mellé tudjuk illeszteni. De gondoljuk végig például egy vetés, ha nem ilyen módszerrel történik, és erre akarunk építeni egy kultivátorozással egy menetben történő tápanyagkijuttatást, ami esetében még pozícionálni is szeretnénk és differenciálni, akkor nyilvánvalóan nem lehet a növényhez illeszteni, hogyha ez a pontosság nem jön, nem alakul ki, nem létezik. Ez az egyik nagyon fontos dolog, a másik dolog pedig ugye nekünk olyan jelre van szükségünk, amit időben korlátlanul meg tudunk ismételni, vissza tudunk az adott pontra, a számunkra fontos, érdekes pontra vissza tudunk találni, akár 20 perc múlva, mert elmentünk valahová és tankolnunk kellett, input anyagot kellett vételeznünk, vagy akár egy nap múlva, egy hét múlva, vagy akár évek múlva is. Sokszor el szoktad mondani, hogy ha precíziós gazdálkodásról beszélünk, akkor egy komplex rendszerről kell, hogy beszéljünk. Mit értesz ez alatt? Akkor tudjuk komplex rendszerként kezelni, hogyha a technológia valamennyi elemére ki tudjuk terjeszteni. Az eddigi alkalmazott megoldások, azok egy-egy technológiai elemet emeltek ki. Ebbe legkorábban és legelőrébb a tápanyag utánpótlási technológiákban haladtunk előre, de nyilvánvalóan egy termelő esetében ez akkor lesz rendszerszerű, hogyha nem csak egy elemre, hanem minden technológiai műveletre, beavatkozásra is értelmezhető. Mi ilyen rendszereknek a kialakításán dolgozunk, és azt tudom mondani, hogy a magyarországi szántóterület több mint 90%-át elfoglaló nagy növények esetében ezek a rendszerek kidolgozásra kerültek, és folyamatosan bevezetésre kerülnek a termelőknél. A rendszer részét képezi az alapművelés, a vetési megoldások, a növényápolási beavatkozások, a tápanyagutánpótlás, a növényvédelem és a betakarítás. Komplex rendszerről akkor beszélhetünk, ha minden egyes elemnél a precíziós megoldások jelennek meg, de már egyes elemek alkalmazásával is érhetünk el eredményeket. A gazdálkodók jellemzően a tápanyagutánpótlással kezdik a precíziós rendszer kialakítását, mert az már egy-két éven belül megtérül. Hogyha a precíziós gazdálkodást nézzük a gazdaságosság oldaláról, akkor mit tudunk elmondani, hogy mennyivel gazdaságosabb a precíziós gazdálkodás, mint a hagyományos? Nehéz megválaszolni, mert mindig az adott terület, az adott tábla az, ami alapvetően ezt befolyásolja és meghatározza. Azt tudjuk mondani, hogy minél heterogénebb egy tábla, annál jobban ki lehet használni ennek a technológiának az előnyeit. De alapvetően azt tudjuk mondani, hogy inputanyag megtakarítás oldaláról 5-7% körül inputanyag megtakarításról számolhatunk, már abban az esetben,
hogyha kihasználjuk a rendszernek azt az előnyét, hogy ahol már permeteztünk, ahol már vetettünk, ahol műtrágyát szórunk, oda még egyszer nem történik, tehát ráfedésmentesen gazdálkodunk. Ebben az esetben ez elérhető, és a technológiába olyan művelőeszközöket építünk be, amelyek alapvetően több műveletet elvégeznek egy menetben, a forgatáson átérünk a lazítás elvére, akkor nagyon jelentős gázolaj megtakarítás kerhető el, ez akár a 20-30%-ot is elérheti. Ez már haszonnak is nagyon jelentős.